külpolitikával folytatjuk. A Hamas szerint nem lesz tűzszerent, ha folytatódik a Gáza elleni agresszió. Izrael kedden foglalt el az utolsó gázai települést is. Azt az izraeli miniszterelnök többször is világosá tette, hogy a hadműveletek addig tartanak, amíg fel nem számolják a Hamaszt és ki nem szabadítják az izraeli túlszokat. Közben folytatódnak a palesztin párti tüntetések az egyetemeken. Ellenzés következik, Barna is vendége folytatja. Köszönöm szépen, Sárközi Miklós a vendégem, Irán szakértő, a Károli Gáspán Református Egyetem egyetemi docense. Jó estét! Jó estét kívánok! Izlelgetem, egyre feszültebb a helyzet a közelkereten, még mindig nem jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamasz között. De vajon miért? Alapvetően a két fél teljesen mást ért tűzszünet alatt, és mást ért a tűzszünetnek a részletei alatt. A kettő nagyon nem találkozik egymással. Amíg a Hamász egy teljes izraeli kivonulást szab feltételként a tűzszünethez, illetve azt, hogy oldják fel az izraeli-gázai határátkelők blokkádját, illetve ősz akarja megszabni azt, hogy a, 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 egy milyen ritmusban kiket enged el a túszok közül, addig ez a szemben Izrael számára, és egy, egy permanens tűz, és a Hamász egy permanens, egy állandó tűzszünetet akar, ezzel szemben Izrael csak azt, azt mondja, hogy nem szó sem lehet permanens tűzszünetről, a gázai katonai övezet be akarja fejezni, ezen kívül szó sem lehet arról, hogy az Izrael hadsereg kivonuljon, következésképpen nem, nem engedi át az ellenőrzést a határ átkelőkön, és nyilvánvalóan vétójogot tart fent a a Hamász által szabadon bocsájtandó foglyok összetétele sorrendje esetében, tehát itt a két félnek az álláspontja szerintem elég távol van egymástól. Azt nem mindig arra hivatkozik, hogy azért nem akar még két-három napos tűzszünetet sem most már, mert mindig erőt gyűjtene a hamaszt. Ez így van. Tehát tulajdonképpen a Netanyahu miniszternek azt mondta Izraelben, hogy a Hamász ezzel, a, hogy éppen most a, ebben a pillanatban dobta be a Rafahi katonai invázió, vagy katonai lépéseket, dobta be a tűzszüneti javaslatot, vagy fogadta volna el a saját verzióját, ezzel csak meg akarta torpedózni az izraeli katonai lépéseket, és ez egy taktikai időhúzás, nem pedig egy valós tűzszünet vagy valós megegyezés. Most már az izraeli vezérkor is arra hivatkozik, mert miniszterelnök is, hogy hát kérem, hát most trafakban volt, hogy megint találtunk alagút lejáratokat. Tehát az fel kéne deríteni azt, mondják, hogy egyetem mi van még ott, mert nagy részét már úgy elrendezték. Ez egy végtelen történet. Tehát ezek az alagutak, és általában a Hamasznak a teljes főszámolása szerintem lehetetlenség. Nyilván azonban azt látnénk, hogy a, hogy a Rafa, hogy az utolsó ellenálló pontja a gázai övezetnek, ez a gázai egyiptomi határnál van, a gázai övezet déli részén, ahol nyilván még a Hamásznak van egy részben érintetlen infrastruktúrája, ugyanakkor az a, az a nagy probléma sajnos ott megvan, hogy közel egy millió ember menekült oda civilek, Gáza más háborúban elpusztult, elpusztított részeiről, akik ott összezsúfolódva próbálnak túlélni, nyomorogni. Ez egy iszonyatosan nehéz szituáció. Három napra elegendő üzemanyag van, nyilván akadozik a víz, az élelmiszerellátás, és akkor ugye megint jön az a kérdés, hogy itt be lehet -e menni, megint a házról házra háború megy, vagy szőnyegbombázás lesz, vagy, 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 bármilyen fajta módon, ugye vagy élő pajzs másik oldalon, tehát megint azok a szörnyű jelentek játszódhatnak le, amit láttunk az előző hetekben, hónapokban, és ez egy óriási humanitárius katasztrófát vetíthet előre. Ebben teljesen igaza van szerintem azoknak, akik attól félnek, hogy ez az egymillió ember, ez hova fog menni. Nem tud, sem, már, már, nem tudnak sem se hátrálni. Még egy pár szót ejtsünk arról, hogy egyet több egyetem. Most legutóbb a Bécsben is diákok tüntetnek, ugye, a Palesztina mellett a palesztinok érdekében, hogy hogy átjött az óceánon Amerikából ide is. Ez mit jelképez? Azt gondolom, hogy ez egy most egy túlzottan vulgarizált álláspont. Tehát itt nagyon az általában az európai baloldal, vagy a nyugati baloldal összemosni látszik a, az izrael kritikát, adott esetben a jogos izrael kritikát, egy általános, általában véve egyfajta izrael ellenességgel, amely időnként elég radikális zsidó ellenességbe, antiszemitizmusba is átcsaphat. Ez a fajta itt valahol az új baloldaliság, vagy a radikális baloldaliság euh, nagyon erősen euh, leegyszerűsítő álláspontot képvisel. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad aggódni a palesztinokért, és nem azt jelenti, hogy nem lehet kulturáltan kritikát megfogalmazni a szemben. Itt azonban a dolgok egy... Euh, hát egy picit erős irányba fejlődnek tovább. Azt gondolom, hogy itt az Európai Unión belül is általában az egy ilyen nevezük úgy, hogy egy inkább egy szoftabb palesztin barát felfogást látok. Persze országonként nagyok a különbségek. A politikai elétben az általában az EU, ez a palesztin barátság, ami kampuszokon látszik, ez Európában egybesikálja az EU-nak az álláspontjával, de országonként azért a politikai döntések szintjén nagy különbségek vannak, és ott már jóval kiegyensúlyozottabb, vagy jóval egyes, balanszosabb sos, sos, az egész. Mindjárt térünk Irán-Izrael viszonyára, Igen. de még egy gondolatot tegedjen meg teljesen átvették ezek a egyetemisták, a tüntetők ezt a szlogent, hogy from the river to the sea, Palestine will be free, tehát a Jordán folyótól a földközi tengerig, Palesztina szabad lesz, ezt skandálják. Tehát ők ne súlykolják bele valami, egy közeg súlykolja ezt? N nézzék, ö, nyilvánvalóan az, hogy nincs palesztin állam, és hogy látjuk nap mint nap azokat a híreket, amelyek a gázai civil lakosság szenvedéséről szólnak, ezek meg tudják kinyitani az embert. Ugyanakkor az egész az egész egy olyan, tehát egy irreális követelés, hogy hogy, hogy hogy ilyen fekete-fehér látóképben a másik álláspontját nem mérlegeli. Azt gondolom, hogy ez ugyanúgy egy radikális álláspont, mint mondjuk az izraeli telepeseknek kap az arab ellenes jel És akkor gyakorlatilag Irán-Izrael vagy Izrael-Irán mhm. viszonya. Nagyon úgy tűnik, hogy egyik fél sem akarja megtámadni a másikat úgy erőből. Vagy rosszul látom? Egyértelműen nyilván most itt volt egy néhány héttel ezelőtt ugye egy súlyos incidens a két ország között, de szerintem jelen pillanatban Irán befejezetnek, tekinti azt az akciót, amelyel ugye megtorolta a Szíriában ugye lebombázott iráni dipl tábornokok, katonai vezetőknek a halálát a, a, a damaszkuszi iráni konzulátuson, és Izrael sem e, tett mást, úgymond mint a saját eszközölye válaszol, de szélesebb körű háborúra nem készül, és sokkal inkább valószínűleg tartom azt, hogy Izrael mondjuk Gáza után az északi határon a halakaronyt kezdeni. E, Irán, Irán ott van nyilván, mint támogató, de egy közvetlen iráni izraeli konfliktuston nem, nem tartok, nem, nem számítok énre. Mert ez nagyon úgy tűnik, hogy Izraelnek most már nagyon megosztaná a figyelmét, ugye? Éjszakon, délen is figyelni kell, plusz még Irán. Mindkét fél nagyon súlyos árat fizetne. Ha, ha, egy izraeli, közvetlen izraeli iráni háború törne ki, az, az lángba az egész közel-keletet. Tehát itt ugye abból kiindulva, hogy ugye irán proxik vannak mondjuk Szíriában, Libanonban, Jemenben, Irakban, és Izrael barát csoportok vannak szintén Irakban, vagy az iráni határ mellett néhol, vagy a Perzsőbölben izraeli katonai jelenlétről van tudomásunk. Ez egy, ez egy nagy közelkelti háború, ami szerintem sem a két félnek nem vágya, sem a, az egyik vagy a másik oldalon megjelenő nagyhatalmi támogatóknak nem vágya. Tehát az Egyesült Államok, de Kína és Oroszország, Oroszország sem ó különböző okok miatt egy, egy nagy közelkelti háborút hagyni, kirobbanni. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.